Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim! A kábítószer használat tömeges elterjedése és fogyasztásának exponenciális növekedése világszerte ma közismert tény. Megvalósult például az, ami korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy a marihuána, a kanabisz vagy egyszerűen fű fogyasztása a világ sok helyén, Európa egyes országaiban, valamint az USA több tagállamában legális dolog. Közel az az idő, amikor majd bizonyos drogokat, azok egyre több fajtáját bárki szabadon beszerezheti és fogyaszthatja. A szerek közül a legveszélyesebbek az úgynevezett parti drogok vagy designer drogok, mert ezeknek a használók sem az eredetét nem ismerik, sem az összetételét, sem a hatását, Hát még a hosszabb távú hatását. És ráadásul szintetikus úton előállított anyagok. Nem növényi eredetűek, vagy más természetes alapanyagú készítmények. Nem. Mégis fiatalok milliói élnek velük világszerte a nyugati világban, és hazánkban is. Olyan egyre újabb és újrabb, újabb módosított összetételekben jelennek meg ezek a drogpiacon, hogy a nyomon követésük, a vizsgálatukra irányuló kísérletek és tiltó listák, ezek nem képesek felvenni a versenyt az egyre újabb és újabb szerek fölbukkanásával, amelyeket így aztán gond nélkül használnak a fogyasztók, mert módosított összetételű következtében egy ideig nem minősülnek illegálisnak. Nem tudják a tudósok azt sem, hogy az ilyesfajta tudatmódosító szerek az agynak mely területein és milyen elváltozásokat okoznak. Tehát a dolog abszolút életveszély. Az azonban bizonyos, hogy agyunk, az idegrendszer olyan érzékeny, finoman hangolt valami, amelybe így kívülről mesterségesen beavatkozni. Beláthatatlan, tragikus következményekkel jár. Ugyanis bizonyos drogok hatására az agy időlegesen, hetekre, hónapokra, vagy akár véglegesen is visszafordíthatatlanul átstruktúrálódik. És jelenleg senki nincs, aki meg tudná mondani, hogy mi lesz egy mai drogfogyasztó fiatalból úgy 20-30 év múlva. Nemrégiben a magyar kutatók a Koki, az Akadémia Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi intézetének, tehát a Kokinak a tudósai mutatták ki, és felfedezésüket közé is tették a világ vezető idegtudományi folyóiratában, a Nature Neuroscience-ban, hogy hogyan söpri le a kanabisz a kulcsfontosságú idegvégződésekről a fehérje burkokat, puszta ideg csonkok letarolt mezeit hagyva maga után. Hát elképzelhetjük, hogy az ilyen védelem nélküli szó szerint idegroncsolt embereknek milyen a pszichés állapota. Ott tartunk, hogy Amerika és Anglia legnagyobb egyetemein, meg egy csomó tudományos kutató központban nem csak a diákok, hanem oktatóik is rendszeresen fogyasztanak kábítószert, úgymond ellazulás és agyserkentés céljából. Sőt, újabb felmérések szerint a szerfogyasztás egészen bevett dolog a vezető politikusok köreiben is, pártállástól egyébként függetlenül annyira, hogy egyes magáninformációk szerint az Európai Unió brüsszeli intézményében a politikusoknak a derékhada, a 30 és 60 év közötti korosztály nagy része szintén drogok segítségével kapcsolódik ki hétvégenként az úgymond idegörlő hétköznapokból. És ők azok, kérem szépen, akik egyébként nap mint nap a földrész sorsáról döntenek, a mi sorsunkról döntenek. Hát íme a szép új világ. Egészen félelmetes. Mit várhatunk a jövőben? Ha sok ország és az egész európai földrész vezetői ezt teszik, ugyan meddig maradhat tiltott és illegális dolog a szerhasználata tömegek számára akkor, amikor a brüsszeli, és azt hiszem nem mondok újat vagy titkot, a magyar parlamenti képviselők is az egyes hazai gimnáziumban, gimnáziumokban tanítók és tanulók, művészek, röviden a társadalomra nagy befolyással és hatással bíró emberek ilyen fokon igénylik és használják a szereket. Az is nyílt titok, hogy mi folyik a világ talán leghatalmasabb tudományos központjában, az amerikai szilícium völgyben, az információ technika fellegvárában, ahol hajdan sok egyéb között megalkották az integrált áramkört, vagy a mikroprocesszort, a személyi számítógépet, stb., és amely szilícium völgy, a legnagyobb informatikai világcégeknek a központja. Na szóval köztudott, hogy ez a hely ma már tudományos eredményei mellett szégyentelen drog- és szexpartiairól is híres. Ez a helyzet. És ez az egész katasztrofális helyzet, ez persze egyáltalán nem a véletlen műve, hanem bizonyos befolyásos körök, nagyon is végiggondolt, szándékos manipulációja. Tömeges emberkísérlet zajlik, melynek célja az emberek gondolkodásának, és végül egész társadalmának az átformálása. A cél nem más, nem kevesebb. Együtt a genetikai beavatkozások, vagy a gender ideológia propagálásával, Szóval nem kevesebb a cél, mint az emberi lényegnek a tudatos felszámolása. Annak, ami minket emberré tesz, a lényeg tudatos felszámolása. Hát miképpen? Egyre több kutató állítja, hogy a kábítószerek nem csak halucinációkat, úgymond érzék csalódásokat okozhatnak, hanem valódi spirituális élményeket is, de hogy milyen folyamatok révén, hát azt nem tudjuk, nem tudják. Minden esetre úgy tűnik, a tudomány is kezd visszatérni ahhoz a gondolathoz, melyet az emberiség egyébként több ezer éve állít, a szellemvilág valóságos létezéséről. A pszichedelikus, vagyis Tudat tágító szerek pedig ezzel a szellemvilággal hozzák kapcsolatba az embert úgy, hogy áttörik az emberi tudatnak a falát, ami szó szerint egy abszolút életveszély. Mert mi a tudat? Az érzékelési, észlelési, gondolkodási és cselekvési folyamatok normális, éber és józan megélési módja, ez a tudat. A tudat létrehozója és irányítója a központi idegrendszer, az agykéreg, a, hát úgy mondjuk, szürke állomány. A tudat kontrollál minket, egyebek közt azzal, hogy egyfajta falat, egy falat húz közénk és a láthatatlan szellemi valóság közé, megvédve Attól az embert, és erre óriási szükség is van. A Biblia szerint ugyanis teljesen reális dolog, hogy valahol a föld fölötti légkörben tartózkodnak, tényleg, ténylegesen jelen vannak a sátán által uralt gonosz szellemi lények, bukott angyalok vagy démonok. Ez teljesen reális pálapostól, egyebek közt az Efezusi Levél második fejezetében ír az úgymond levegő égben uralkodó fejedelemről, ahogy ő fogalmaz, a sátánról és az ő angyalairól, a démoni lényekről, akiknek szellemét, folytatja Pál, követik az engedetlenség fiai. Szóval ez egy reális valóság. És hát tapasztaljuk, hogy ezeknek a lényeknek még a tudatfal épsége esetén is, normális állapotban is van befolyásuk az egyénekre. Már most a halucinogén anyagoknak pedig van egy olyan hatása, hogy fellazítják a normális tudatot, és részt nyitnak a tudatfalon, behatolnak mögé, és hát szinte átjáró házzá teszik az idegrendszeredet, Lerombolják egy időre a látható és láthatatlan szellemi világ között húzódó falat. Őrület. Persze, ezt nem csak a kápszerek, hanem a különféle moderne relaxációs, meditációs technikák is el tudják érni. Mint például a jóga, modern, ősi és egyben modern. Jelenleg senki se tudja megjósolni, hogy miféle képességeket, gondolkodásmódot, jellem, módosulást fog okozni az egész emberiségben hosszú távon a tudatmódosító szerek és eljárások ilyen tömeges használata. De hogy semmi óra nem számíthatunk, hát az teljesen biztos. Mondok egy példát. A dimetil rövidítve DMT, DMT, az egy amazóniai indiánoknál őshonos növénynek a hatóanyaga, DMT. A belőle készült ayahuasca nevezetű főzetet az, az amazonasi indiánok körében élő sámánok irányítása mellett készítették, majd teaként használták, illetve ma is spirituális és gyógyászati célokra. A szer használatát szigorú szabályokkal korlátozzák, termeszteni, terjeszteni és önállóan sámán vagy hozzáértő vezetése nélkül fogyasztani az szigorúan tilos, akár halálbüntetéssel is járhat. Hát ez van a primitív népeknél. Ma ellenben a nyugati világban pénzért, Bárki beszerezheti ezt az ajahuaszkát, illetve a DMT-ből készült ö, szereket. A DMT a tudósok szerint mikroszkopikus mennyiségben jelen van az emberbe is, bár funkciója még nem tisztázott, de valószínűleg az álomra, a kreativitásra, a képzeletvilágra van befolyással. A kutatók szerint az emberi testben nagyobb mennyiségben a klinikai halál állapotában szabadul fel. Az agyhalál, azaz a végleges halál beállta előtt, és ez okozza, és nem pedig valami más természetfeletti erő, azokat a látomásokat, az úgynevezett halál közeli élményeket, amelyekről az ilyen klinikai halálból visszajött emberek sokan beszámolnak. Már pedig jelenleg az a helyzet, hogy a szer birtokában egyszerűen pénzért bárki, aki akarja, hetente vagy akár naponta átélheti önnön halálát, ezt a halál közeli élményt. Hát vajon mit okoz ez az illető pszichéjében? Na, elképzelni sem tudjuk, de ez egy borzalom. A bibliai felfogás az ember érdekében szigorúan tiltja az ilyesfajta behatolás minden formáját a szellemvilágba, a kapcsolat felvételt azzal, vagyis összefoglaló néven tiltja az okkultizmust. Ezt olvasson második törvénykönyv 18-as fejezet 9-es verstől. Amikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr a te Istened ad neked, ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek, utálatosságai szerint ne legyen te közötted, aki fiát vagy lányát átvigye a tüzön, se jövendőmondó, se igéző, se jelmagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozódó, se titokfejtő, se halott idéző, mert na mindezt utálja az Úr, aki ezeket műveli. És az ilyen utálatosságokért, űzi ki őket az Úr, te Istenet, te előled, mármint a Szentföldön. A tudatba való belépés, beavatkozás és minden eféle spirituális élmény létrehozása egyedül Isten privilégiuma. Csak ő teheti meg, hogy alkalmanként, de nagyon ritkán előidéz ilyen kilazultabb, tudatmódosult állapotokat, felhasználva a mély álmot, vagy a féléber szendergést, arra, hogy közvetlenül is elérje, megszólítsa az ember szívét, szellemét, a láthatatlan részét, hogy szóljon hozzá. Amint például a Jobb könyvében olvasom, 33. fejezetben azt mondja, hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer, de nem ügyelnek rá álomban, éjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, vagy amikor ágyas házunkban szenderegnek, akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi az ő megintésüket. Tehát ilyen van, ezt mondja a Biblia. Ám az ember maga sem tudatmódosító halucinogén szerekkel, se okult meditációval vagy hipnózissal, semmilyen módon és célnal nem hajthat végre illegális behatolást a láthatatlan szellemvilágba, mert ez a vesztét okozza. A Bibliában a görög farmakeia szó alapértelme az, hogy orvosság, de többnyire egyszerűen drogot jelent. Az új szövetségben több helyen is előfordul négyszer a jelenések könyvében, igen, és ez a profécia sorozat egészen világossá teszi, hogy az idők végén, amikor Jézus jövendőlése szerint az élet minden területén egyébként is eluralkodik a törvénytelenség, na akkor különösen jellemző lesz a tömeges kábítószer használat. És ha már jelenleg is ijesztő droghelyzet, az tovább fog romlani. Szóval lehetnek kisebb javulások, nem mondom, de a tendencia egyre rosszabb. Az egyik jelenések könyve beli jóslat uh, szerint az idők végén létrejön a világot uralma alá hajtó globális világhatalom, melynek készülődését zárójelve mondom, jeleit már ma is látjuk, és amelyet a Biblia Babilonnak nevez. Na erről a Babilonról, Írja a jelenések 18. fejezet 23-as verse a következő erről a világról: És lámpásnak világossága többé benned nem fénylik? Őlegénynek és menyasszonynak szava sem hallatszik többé benned, mert a te kereskedőid, pénzembereid lettek a föld fejedelmei és a te varázsereitől, e mágikus italaittól. Az eredetiben farmakeja, igen, vagyis a drógjaidtól eltévejedtek mind a népek. Ez döbbenetes, hogy ez lesz. És tényleg, ugyanis az a helyzet, amelyet például a jelenések 13. fejezete leír, hogy az emberek túlnyomó többsége, a föld népei mind teljesen kábult állapotban, imádják, dicsőítik, magasztalják az antikrisztust. Az egész föld imádja, leborulnak a képmása előtt. Na, ez a helyzet alig, ha jöhet létre magától, természetes úton. Ehhez olyan fokú kábultság és szellemi, lelki leépülés szükséges, amelyet éppen a kábítószerek szoktak előidézni. És kedves hallgatóim, amit mi tehetünk, bizony nagyon kevés. Annyi, hogy a környezetünkben élő embereket igyekszünk meggyőződésünk szerint tájékoztatni ezekről a veszélyekről. Hogy akit lehet, segítsünk kimenteni a drog csapdájából.